Nagy sikert aratott a gyerekek körében a lovaglás, a vasváris diákok a Huszár Egyesület jóvoltából ülhettek nyerekbe. Ki szeretne fölmászni a tűzoltóra? Jó? A tűzoltók munkájába is bepillanthattak a diákok a honvédelmi nap keretében, és számos honvédelmi sportot ki is lehetett próbálni ezen a napon. A tornateremben helye volt a dzsúdónak és a vívásnak is. Az iskola igazgatója azt mondja, az intézmény mindig is nagy hangsúlyt fektetett a honvédelmi nevelésre, és ennek keretében rendezték most meg a sportnapot. A gyerekeknek szükséges olyan ismereteket átadni, tehát itt nem katonai előnevelésről van szó az iskola falai között, de szükséges, hogy ismerjék azokat a szervezeteket, azokat a sportegyesületeket, amelyek, ha nem is közvetlenül, most mondok egy példát, ugye a dzsúdósok itt vannak a Honvéd Szondi esétől, vagy a vívók, tehát a küzdő sportokat megismerjék, ezzel az egészségük is ápolásra kerül. A honvédelmi nap programjait a Honvédelmi Sportszövetség segítségével valósították meg. Az emberiség jövője a neveléstől függ. És bizony-bizony a nevelésnek óriási ereje van. Ezért azon dolgozunk mindannyian, hogy a pedagógus kar megkapja végre a méltó tudását, felkészültségét, munkáját, megillető jövedelmet, hogy ne legyenek egzisztenciális gondjai. Kiemelkedően fontos ez az előttünk álló időszakban, hogy végre ezt meg tudjuk teremteni. A honvédelmi napon hagyományőrző egyesületek és a katonaság tartalékosai is képviseltették magukat.